kisváros oktatási intézménye az nem csak a városé, hanem az egész környéké. Azt mindannyian tudjuk, akik itt élünk a környéken, hogy a Fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban magas szintű oktató munka folyik. Ahhoz, hogy ez még színvonalasabb lehessen, ez a pálya is hozzá fog járulni. Én őszinte szívből gratulálok a városnak és az intézménynek ahhoz, hogy ezt a pályázatot sikerrel lefolytatták. Szülessen ezen a pályán sok gól, legyen sok gólöröm, Fonyódnak pedig azt kívánom, hogy folytatódjon ez a tendencia, és legyen minél több okotok arra, hogy szalagot tudjunk vágni. Szívből gratulálok, jó munkát és sok sportsikert! Az öröm, a hála és a köszönet, ez a három szó, ami eszembe jut akkor először, amikor ezen a gyönyörűen felújított pályán állok. Az öröm és a hála azért, mint ahogy képviselő úr is említette, az iskolában nem csak magas színvonalú oktató-nevelő munka folyik, hanem annak részeként mindig is kiemelt fontossága volt a testnevelés tantárgy oktatásának, a sportnak, hiszen a sport az valami olyasmit tanít meg számunkra, olyan személyiségjegyeket, olyan értékeket ad át, amik nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy a gyerekek később, elhagyva az intézmény falait, megállják helyüket az életben. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit Fonyód Város Önkormányzata nevében. Igazgató úr örömről és köszönetről beszélt, én is ezekről szerettem volna beszélni, de nekem a múltam is ide köt, hiszen ahogy végig gondoltam, 4 évet sportoltam ezen a pályán, illetve nem ezen, hanem az elődjén, a bitumenes burkolati pályán, és kereken 20 évet pedig én magam is itt tanítottam, és bizony nagyon sokat játszottunk ezen a pályán, ami bizony az idők előre haladtával egyre kopottabb, egyre ütöttebb, kopottabb lett, és ezért is szorult rá arra, hogy megújuljon ez a pálya, ezért is nagy köszönet mindenkinek, a Magyar Kézilabda Szövetségnek, és köszönet a tankerületi központnak, természetesen meg kell köszönnünk magunknak, az önkormányzatnak is, hogy ez a pálya meg tudott újulni, és át tudjuk adni ma a diákoknak, és át tudjuk adni ma a fonyódiaknak. Hiszen nekünk, városvezetőknek nem az a szerepünk, hogy az emberek gondolkodás módját megváltoztassuk, hiszen mindenki pontosan tudja, az összes ember pontosan tudja, hogy sportolni jó, mozogni jó, egészséges, közösségfejlesztő és legfőképp személyiségformáló hatása is van a sportnak. Nekünk, városvezetőknek abban van nagyon nagy szerepünk, hogy a sportot elérhetővé, és az embereknek, a diákoknak és a felnőtteknek az életmódjukba könnyen beilleszthetővé tegyük. És mi ezt tűztük az ászlónkra évekkel ezelőtt, azt gondolom nem csak Fonyód városa, hanem Somogy vármegye és Magyarország kormánya is. Mi Fonyódon ezért alakítottunk 2019-ben egy 1200 méter hosszú rekordtán futópályát, amit azóta is nagy szeretettel használnak nem csak a fonyódiak, hanem azt gondolom, hogy az országból ide jövő kocogók, futók. Ezért alakítottunk 2 kajakkenupontot a városi strandon, és így kapcsolódtunk be a Somogy vármegyei vízisportélet keringésébe. Ezért építettünk kültéri kondicionális parkot, akár a Kossuth-erdőre gondolok, akár bármelyik közterületünkre, és ennek az álomnak azt gondolom, hogy az egyik beteljesülése lesz most pénteken, amikor a multifunkcionális sportcsarnokot fogjuk átadni és megtölteni tartalommal. Ebből is az látszik, hogy Fonyód városvezetésének az elmúlt 18 évben szívügye volt a sport, és bizton állíthatom, hogy ez a jövőben is így lesz, hiszen tele vagyunk még ötletekkel és tervekkel, és amennyiben lehetőségünk lesz, természetesen pályázatok és akár önerő kiegészítésével is azon fogunk munkálkodni, hogy a Palonai Magyar Bálint Általános Iskola és a Bacsák György Szakképző Technikum is megkapja a méltó sportolási lehetőséget, és természetesen a város több területén is azon fogunk dolgozni, hogy kialakítsunk sportkomplexumokat, sportolási lehetőségeket. Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, aki tevékenyen részt vett abban, hogy ez a pálya megújulhatott, és nektek, kedves diákok, pedig azt kívánom, hogy egészségetekre váljék ez a felület. Köszönöm szépen. We'll be right back.